Tudod, mostanában azt érzem, hogy én vagyok a plusz egyharmad, meg tört. Már fáradt vagyok forradalmának, 30 múltam, és az tulajdonképpen 50. És ne haragudj hazám, tényleg, de nekem most 50. Én már csak bort iszom és vizeletet produkálok, de még magyar vagyok. Cukorra leszem a túrós tésztát és menekülök néha, mert a zárhangoktól is klausztrofóbiámban. Mérvadó nem leszek, tényleg nem. De cserébe megadom a hangot. Na! Mert 10 évesen még egy egyedülálló dallam vagy. Egy őszinte ritmus. Aztán pár év múlva bővül a szólam. Na-na-na-na-na! Itt már gyanús, hogy nem lesz belőled egy vívor rock you, de azért még őszintén hiszed, hogy kisülhet valami ebből a bridge-ből. Ha más nem, egy jó kis buli zene, ami néhány évre befészkeli magát a toplistákra, hogy végül az egyszarvú weapon-ballok eleganciájával ingázzát a feledésbe. De aztán... Száj csak, száj... És 30 évesen arra ébredsz, hogy egy rágógumízű popsláger egynyaros magyar koppintása lettél. Aztán persze még elhümmögnek néha. Próbálnak felidézni, de igazán? Senki nem emlékszik rád. Persze 30 felett az idézetek sem a régiek. Múltkor például azt mondtam vicceskedve egy lánynak, hogy fej vagy gyomor. Mire ő mindegy, csak a szememben ne. Ez van, srácok, ez van! Ha a GPS az útirány helyett a mi atyánkot mantrázza, ideje elgondolkozni, hogy nem nekünk való ez a vezetés. Szóval bocs hazám, egyszerűen most nem áll fel! A hazaszó, ultrahangos medvecsapda. Mindegy, hogy hogyan helyted, csak legyen ultrahangos. Mert ultrahangosan a Lamarck-szerjezés bércesi népgyűjtés, bazd meg. A haza, leszek a túlajtó. A haza, dörzsöletlen csodalámpa. A haza, de nem, egy egyszerű dörzsöléstől már nem áll fel ő sem. Itt az ideje a mentegetőzésnek, itt az ideje a szabadkozásnak, hogy tényleg nem hűlt ki még a vágy, csak éppen későre jár. 5-20 múlt, 10 perccel. Bocs, de nem áll fel, ha leszólnak, ha nem iszom magam lokárra arra, meg végképp nem, hogy március 16-án, mikor már nem feszül rajtam kokárda, oda jött hozzám két bepiált fész, hogy áruló vagyok, mint te fiátész. És igen, tisztában vagyok a magyar értétekkel, és tudom, hogy tavaly arany 200, de úgy érzem, hogy idén maradtunk a 30 ezüstnél. Már nem kérdezem meg, hogy figyelj már, ez most tényleg kellett-e? A mi kenyerünk a cibatta, aztán cib elvette. És már rég nem áll fel a hiszek egyre sem, de nem perelek az egyházzal inkább, mert tudod, mi lesz az esperesből, ha elveszti a pert? Te tudod, mi lesz az esperesből, ha elveszti a pert? Hogy nem? De! Nem? De! De 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 egy ellentétes kötőszó, hogy baszhat minden tönkre, hát hagyd a régi kötőszót, ez a jelen ések könyve. Mert a létezést és a nem létet nem a halál választja el egymástól, hanem az és. Szóval ne hagyd abba, ha azt akarod, hogy felálljon. Léci, ne hagyd abba, csak folytasd végre jól azt a kurva mondatot.